Az előadásban egyrészt szeretnék egy kicsit betekintést adni Mórahalom turisztikai kínálatába, a saját munkánkba, illetve több ponton szeretnék arra kitérni, hogy mennyire fontos az együttműködés. Itt is elhangzott az, hogy szervezet hiányos az ország. Én TDM párti vagyok, és TDM-ként működünk, turisztikai destináció menedzsment, és bizony abban, amit csinálunk, abban nagyon sokszor a partnereink együttműködése az, ami döntő. Úgyhogy én azt gondolom, hogy együttműködés nélkül sokkal kevesebbet tudtunk volna eddig is létrehozni. Mórahalom sokszínű kínálatából itt kettő fő tényezőre fókuszálnék. A három pillérünkből, az egészségturizmus, a kulturális turizmus és az ökoturizmusból, az egészség és az ökoturizmus az, ami az aktív turizmushoz közvetlenül köthető, a gasztronómia pedig kell, mert ezt is hallhattuk, hogy enni szeretnek az emberek. Tehát Mórahalom fő kínálati eleme az a fürdő, ami az egészségturizmushoz kapcsolódik. A második helyen pedig van egy bivajrezervátum a településtől 5 kilométerre a Kiskunsági Nemzeti Park területén. Ez az ökoturisztikai kínálatunknak a húzó ereje. És betettem egy képet, ez a nem migráns vonulás, bár ott nálunk a déli határnál ez eléggé veszélyes, az ilyen típusú kép. Ez az idei gombatúránknak az egyik fotója, tehát az, hogy a túráinknak vannak olyan típusai, amik rengeteg vendéget vonzanak, akik lehetnek turisták és lehetnek lakosok is, ami szintén nagyon fontos, hogy a lakosoknak és a turistáknak is kell elfogadható és jó kínálatot nyújtanunk. Az egészség mellé a sportturizmus az, ami feljövőben van. Azt azért le kell szögezni, hogy a mórahalmi vendégeknek a száma az a fürdőből jön. Évente 2019-ben 450 ezer vendéggel tudtunk számolni a fürdőben, úgyhogy ez elég magas vendégszám volt. Ugyanakkor Mórahalmon van egy olyan térség, ez a Szent János térség, ahol a móradombi uszoda is található, és én azt szoktam mondani, hogy az egyetlen uszoda az országban, ahonnan látszik a parlament úszás közben feltételezhetően együtt a pozsonyi koronázási templommal, ugyanis mellette van az 1000 év park, a Makett park. De itt ebben a térségben több olyan sportcentrumot találunk, ahol szintén a helyiek is, illetve idejövő csapatok jönnek edzőtábort tartani, és most igyekszünk olyan szálláshelyeket kialakítani, amik kifejezetten ezekre az edzőtáborokra fognak fókuszálni. Az ökoturizmusunknál, amit említettem, a bivajrezervátum, az, ami a legfontosabb tényező, aminek a természeti látnivalói alapvetően lenyűgözőek, és azokban az elemekben, amiket mi, mint turisztikai szervezet köré szervezünk, ezeket a látnivalókat nyilván használjuk, és igyekszünk úgy túrákat, elektromos városnézést szervezni, illetve rendezvényeket, amiben a bivajrezervátum bevonható, ami amúgy egy ingyenesen látogatható attrakció. És akkor az ökoturizmus kapcsán, amivel mi dolgozunk, az egyrészt a szervezett túrák, és ezt szintén el kell, hogy mondjam, hogy az utóbbi években hihetetlenül megnőtt a kerékpáros túrákra való igény. Ez a kép szintén egy idei túránkról készült. Határon át nyúló túrákat is szervezünk, ez konkrétan éppen, ha jól emlékszem, a Palicsi tóhoz ment. Van lovas központ a településen, lovas túrákat is lehet igénybe venni, illetve hát itt inkább a kulturális turizmusunk, a lovas színház érvényesül. Gyalogos túrák, quad túrák, illetve tematikus túrák. A túrák kapcsán még annyi a tapasztalatunk, minden évben próbáljuk úgy alakítani a túra kínálatunkat, hogy az érdeklődésre számot tartson. Minden évben belefutunk egy-két olyan túrába, hogy egy-két ember van rajta. Például próbálkoztunk évekig hajnali ébredő erdő túrával. Szerintem iszonyat jó volt maga a gondolat, és tényleg a túra is, és mivel mindig ketten, hárman, négyen voltunk rajta, aztán kénytelenek voltunk levenni a kínálatunkból. Viszont volt egy olyan túránk a bivajrezervátumhoz, ami szintén kezdett kifulladni, délelőtti időszakban, augusztusban hirdettük meg, mire rájöttünk, hogy senki nem akar délelőtt a tűző napon túrázni. Átpozícionáltuk a túrát naplementés bivajos túrává, és láss csodát, onnantól kezdve jönnek a vendégek rendszeresen és sokan. Tehát vannak olyan túrák, amiket sikerül átalakítani, vannak olyanok, aminél úgy kell döntenünk, hogy
levesszük a kínálatunkból, és vannak olyanok, amik évek óta nagy sikerrel mennek, a gombatúránk évente kettőt tartunk azért, mert egyre nem férnek el a jelentkezők, a bunkertúra is ilyen, talán ez a kettő legfontosabb. És itt szeretném megint csak azt kiemelni, amikor feltaláltuk a spanyol viaszt, hogy mi turisztikai szervezetként hiába hirdetünk meg túrákat, az nem biztos, hogy olyan sikeres lesz, mint hogyha bevonjuk a környékünkben lévő civil szervezeteket, akik ezzel foglalkoznak, és közösen csinálunk éves túranaptárt, és ezeket a programokat hirdetjük meg, amivel őket is segítjük, hiszen mi marketinget teszünk mögé, nekünk pedig azért jó, mert egy olyan programot tudunk bevenni a kínálatba, ami a turisták számára is érvényesíthető és értelmezhető. Minden évben végzünk turisztikai elégedettségmérést, már 6. éve, és most az idei évben még bővebben szétszálasztuk az eredményeinket, és megnéztük a különböző szegmenseink, hogyan reagáltak egyes kérdéseinkre. És például az aktív turizmushoz kapcsolódóan nagyon fontos az, hogy a felmérésben résztvevők közül 12%, ez 340 lekérdezés, de ez face-to-face lekérdezés, 12% mondta azt, hogy az utazási döntésében befolyásolta az, hogy itt a szabadidős és a sportolási lehetőségek jók. És hogyha ezt én még tovább néztem, akkor még az is kiderült belőle, hogy az egyik fő szegmensünk az a családosok, és az ő esetükben a második helyen szerepelt a sportolási és szabadidős lehetőség. Ráadásul ez pontosan úgy nézett ki, hogy a 12%-nak a fele az a családosok közül került ki, aki azt mondja, hogy azért jön ide. És még egy fontos dolog, hogy az első helyen a saját korábbi tapasztalat szerepel. Tehát ennyire fontos tud lenni az, hogy milyen kínálatot tudunk mutatni. A Mórahalom vendégészakák számának alakulását azért is tettem ide, mert ugye 2019 volt a korábbi legjobb év, aztán jött a Covid. Azóta most sikerül fölfelé mennünk, és úgy gondolom, ahogy látjuk az adatokat, hogy 2019-es adatokat valószínűleg megközelítjük a vendégészaka számmal. Ugyanakkor a Covid alatt tapasztaltuk azt, hogy az aktív turizmusnak mennyire nagy fontossága van, és ez nem múlik. Tehát, hogy akkor, amikor bezárások voltak, akkor nálunk tömegek jöttek a Bivajrezervátumhoz, amikor nyitni lehetett tavaszi programként a tulipán szüretre tömegek vonultak ki, tehát ez egy olyan lehetőség, amire rátaláltak az emberek, lehet, hogy a Covid ebből a szempontból azon kevés pozitív hozadékát mutatja, amivel érdemes foglalkozni, és érdemes a továbbiakban gondolkodni rajta. És említettem, hogy TDM, ez a mi csapatunk, és a turisztikai iroda. A mi tevékenységünk eléggé szerteágazó, mert egyedi modell szerint működünk és üzemeltetünk is intézményeket. Ugyanakkor, mint turisztikai destináció menedzsment szervezet, pontosan azon igyekszünk, hogy az a kínálati rendszer, ami eddig felépült Mórahalmon, az igényeknek megfelelően tudjon fejlődni. És pontosan ebben látjuk a lehetőségeket, hogyha az aktív turisztikát jobban kihasználjuk, és jobban adunk lehetőségeket az ez iránt érdeklődőknek, akkor azzal egyrészt a hozzánk érkezőknek az elégedettségét is emelni tudjuk, illetve lehetőség szerint további vendégeket is tudunk magunkhoz csábítani. Éppen ezért jövőbeli terveink, projektjeink konkrétan ezekre irányulnak. Egyrészt az Eurovelo 13, mint nemzetközi kerékpáros útvonal vonul át a településen, és hogyha ez sikerül, akkor itt megint csak az összefogásra van szükség, akkor remélhetőleg ez fejlesztésre kerül. Mi ugyanakkor tervezzük azt, hogy ehhez kapcsolódóan helyből kiinduló túrákat hozzáteszünk, ugyanis turisztikai szempontból két szempontja van a kerékpáros turizmusnak. Az egyik, aki a nemzetközi útvonalon átvonul, az azt jelenti, hogy lehet, hogy csak egy vendégészakát tölt el nálunk. Nekünk az a célunk, hogy meg tudjuk állítani ezeket az embereket, és tudjunk olyat kínálni, amivel mondjuk a környéken csillagtúrákat tud tenni, úgyhogy mi ebben gondolkodunk. A másik pedig az, hogy olyan
rendszernek a kialakítását kezdtük el tervezni, ami a településen azonos arculatú kerékpárok tömkelegét fogja remélhetőleg eredményezni, ami azt gondolom, hogy a vendégeknek az agyában is jobban elindítja azt, hogy ha már ott vagyok, akkor pattanjak kerékpárra és induljak el. Úgyhogy most erre vonatkozóan projekteket nyújtottunk be, és reméljük, hogy fog nyerni. És hogyha még van idő, akkor egy kisfilmet szeretnék lejátszani. Ez a Móra Halom népszerűsítő kisfilm, amiben szintén viszonylag sok aktív turisztikai elem szerepel. A különböző szegmenseinkre építettük rá. Köszönöm szépen a figyelmet!